Én sok-sok filmet készítettem Szabolcs-Szatmár, Berekben, az ország más részein, és aztán eljutottam Erdélybe, Gyimesekbe, de Kárpátalját se hanyagoltam el, a Sátánfatya című nagyjátékfilmem. Legutóbb éppen a kárpátaljai Málenki robottal foglalkozott, és hát most érdekes módon kicsit ott is ragadtam Kárpátalján, mert több más filmet is csinálva eljutottam Aknasz Tatinára, ebbe a sóbányász faluba vagy városba, ahol tulajdonképpen a sóbányászatnak a nagyon intenzív szovjet időben való kitermelése, azok a robbantások, azok a lélektelen robbantások, amelyek megtörténtek, mára tulajdonképpen egy várost fenyegetnek, magyarul, hogy a mélyben keletkezett óriási üregek, behatárolhatatlan, hatalmas üregek, ezek elnyelik ezt a várost, és el is nyelték már részben, hiszen éppen most, amikor most kijöttem a filmből, a filmnézés ismételt itt a nyíregyházi vetítés alatt, éppen arról volt szó, hogy hogyan és miképpen nyelte el ezeket az üdülő házakat percek alatt a mélység, amelyet senki nem tud igazából felmérni, mert azok a mozgások, amelyek ott történnek, behatárolhatatlanok. Szóval valahogy a történelem visszavág. Mindaz, ami történt a szovjet időszakban, az a lelkiismeretlenség és embertelenség most, itt a 21. században, ezekben az években is áldozatokat követel, és nem is kicsit. Hát picit így tulajdonképpen Aknasz Tatina, kárpátaljai Aknasz Tatina végül is egy ilyen elsüllyedő, különös várossá vált. Lehet tudni, hogy hol ennek a folyamatnak a vége, hogy mi lesz ezzel a településsel, hiszen közel 10 000-en lakják. Próbálták őket kitelepíteni, de ők ragaszkodnak a helyhez. Mert hát ez összefügg a magyarság sorsával is. Annyira nem előre haladott még a lehetősége annak, hogy egyáltalán ezt a bányát, a bánya által indukált mozgásokat megszüntessék, betömjék tulajdonképpen, hogy ehhez óriási összegek kellenek, amelyek Ukrajnában nem állnak rendelkezésre, és hát a helyi magyarságot viszont ki akarták telepíteni egy olyan szörnyű, messzelévő és mindenféle emberi normalitás nélkülöző kis felállított, nem is tudom pontosan, hogy bódé vagy bádogvároskába, ahova nem mentek el, mert a magyarok ott maradtak. Ők azt mondták, hogy ott a temetőjük, bár az is belesüllyedt éppen a mozgások következében, ahelyett is most már félig, vagy már kétharmadban kráterek vannak. De még ami megmaradt, ahhoz ők ragaszkodnak, és nem csak a közvetlenül a területhez, hanem a magyarságukhoz is. És még pluszban tetézte az a dolog, hogy milyen érdekes, hogy a bányászok, akik a napi megélhetésüket vesztették el, a szakmájukat, mindent, családot, mindent, hiszen mostantól fogva nincs lehetőségük semmire ott. Szakképzett munkaerők sokassága marad munkanélkül, vándorol el reménytelenül rabszolgamunkára Európába, vagy éppen az anyaországba, és ezek az emberek, tehát ellenben a bányavízből a környékbeli sóstavak profitáltak, mert a bányavízből ugyanis hosszú ideig a bányavizet átengedték a környékbeli sóstavakba, a megmaradt bányavizet, sósvizet, és ott üdülők ezzei élvezték, főleg ukrán és román nemzetiségűek ennek a gyógyító erejét, ami tulajdonképpen rendben is lett volna, csak egy idő után ezek az említett bizonytalan helyű mozgások ezt a vizet is elnyelték,